Szeretettel a mai webinárium résztvevőit, és üdvözlöm a mai este előadóját, Tóth Évát, aki már jól ismert digitális pedagógiai berkekben, úgyhogy hát mindig izgalmas, érdekes előadásokat szokott tartani. Most is így lesz, el fogja mondani, hogy hogyan készült eddig, és hogyan készül ezután a digitális témahétre, és Éva, át is adom neked. Köszönöm szépen, szép estét mindenkinek. Egy kis türelmeteket kérem, amíg betöltődik a prezentációm. Először is remélem nem baj, hogy tegeződünk, másrészt pedig köszönöm, hogy így a hétfő estéteket velem töltitek. Ahogy már Attila is mondta, arról szeretnék beszélni, hogy az előző két évben mit csináltam a digitális témahéten. Remélem azoknak is tudok valami újat mondani, akiknek van már tapasztalata a projektalapú oktatással, és itt több ismerős név is volt, nekik külön köszönöm, hogy itt vannak, és az újaknak pedig remélem, hogy kedvet fognak kapni. Különösen azért, mert úgy gondolom, hogy két nagyon különböző témahetem volt eddig, de ezt majd rögtön meg is látjátok. Elméletileg már töltődik az előadásom, most még ugyanazt látjátok majdnem, mint az előbb, de most már elméletileg színesebb, ugye látjátok, amit én látok, az a cím, hogy miről lesz ma szó. Igen, szuper, nagyon jó. Tehát egy pár szót szeretnék magamról mondani. Jelenleg itthon vagyok Gyeden a kislányommal, de alapvetően a szakképzésben tanítok most is, és eddig is ott tanítottam. Ezért egyrészt az előadásom főleg azoknak szól, akik a szakképzésben tanítanak, de szeretnék mindenki másnak is segítséget nyújtani azzal, hogy én hogyan építem fel a projektjeimet, milyen lépései vannak, amikor megtervezem, és mindehhez szeretnék nektek olyan IKT eszközöket mutatni, amit még kezdőként is szerintem nagyon jól lehet használni. Amikor ugye egy nagyon jó téma kell a projektekhez, ide felsoroltam nektek egy pár dolgot, amit én figyelembe veszek, mikor megtervezem. A legfontosabb ugye az, hogy a 21. századi készségek le legyenek fedve. Amire én nagyon teszem a hangsúlyt, ez a probléma megoldás. Tehát, hogy a résztvevő diákok valami valós életből vett problémát oldjanak meg a projektek során, és megpróbálom ezzel a lehető legtöbb tantárgyukat bevonni, és egy olyan problémát keresni, ami az valós életükhöz is kapcsolható. Nagyon fontos természetesen a kommunikáció egymás közt is, a tanárok fele is, de ezt majd látjátok a témahét során, és ami igazán fontos, hogy felelősséget kell vállalniuk a munkájukért és a produktumokért, amiket készítenek ezen a héten, vagy bármelyik projekt során, és a kritikus gondolkodás is mindenképpen be kell vonni, hogy ne higgyenek el mindent, illetve hogy maguknak fedezzék fel, amit el szeretnének majd hinni az életben. Ahogy már említettem, a valós életből veszük mindig a témát, illetve, ahogy mondtam nektek, én a szakképzésben tanítok, egyébként elnézést, azt nem mondtam, angol nyelvet, és innen jött talán már az elején jó pár éve, még az eTwinning projektjeim idején a gondolat, hogy hogyan is tudom a diákoknak felkelteni az érdeklődését az angol nyelv iránt, ugyanis azt láttam, hogy ők úgy értik, úgy gondolják, hogy majd meg lesz a szakmájuk, és ez nem fog kelleni az angol nyelv. Illetve egy másik probléma, sokszor azt láttam, hogy nem látták, hogy minek kellenek a közismereti tárgyak a szakmai tantárgyak mellett, és ez hogyan kapcsolódik a gyakorlatukhoz. És ezt szeretném nektek megmutatni, hogy ezeket hogyan próbáltam megoldani az előző években. Röviden bemutatnám a két projektet, amit tavaly és tavaly előtt csináltunk, és utána részletesen végigmennénk a projekttervezésnek az egyes lépésein, és ha végén marad idő, akkor mutatok nektek egy-egy videót ezekről a témahetekről. Először szeretném bemutatni a Csonka Fashion Days elnevezésű projektet. Ez a projekt az én szívemnek a csücske, ezt a saját osztályommal készítettük tavaly előtt. 10-es és 11-es szakiskolás tanulókról volt szó, eladó és női szabó szakmacsoportosok voltak. Sikerült egy olyan projektet végrehajtani, ami 13 tantárgyat ötvözött nekik. Rögtön el is mesélem, miről szólt.
A projekt során a diákok divatcégeket alapítottak, vegyesen voltak benne eladók és női szabók is, és alapruha darabokat kellett megtervezniük hírességek számára. Itt látjátok a padletbe, a képnek a bal oldalán, nem tudom, elnézést, hogy elég halványan látszódnak, hogy voltak ott minta alapruhadarabok, mindegyik csapat kapott egy fekete szoknyát és egy fekete ruhát. Kisorsoltuk, hogy melyik csapat melyik híresség számára tervezi meg, és ezt kellett utána tovább álmodniuk, de hát azért ez nem volt ilyen egyszerű, ugyanis több kikötésünk is volt, például, hogy geometriai formákkal kellett dekorálni ezeket a ruhákat, ami egyébként kellett, hogy a hírességnek a személyiségét is tükrözze. Nagyon fontos volt ugye, hogy felelősséget kellett vállalni azért, amit csinálnak. Nagyon fejlődött a személyiségük is, ezt majd megmutatom a végén a videóban. Megalkották ezt a ruhát, de nem elég, hogy megalkották, hanem valóban el is mentünk egy helyi textilboltba, ahol miután kalkulációt végeztek, meg is vették az anyagokat, és úgy kellett elkészíteniük a ruhát a tervek alapján. Itt a jobb oldalt látjátok is, hogy valóban teljesen olyan ruhák készültek el. Hát milyen hírességeink voltak itt a témahéten? Hát volt nekünk Tóth Gabi, Taylor Swift, Notár Méri, nagyon élvezték a lányok a munkát. Amíg a női szabók a harmadik naptól kezdve csak a ruhakészítéssel foglalkoztak, addig az eladók menedzselték a céget. Egyrészt reklámvideókat forgattak hozzá, másrészt, ez nagyon érdekes volt, számlákat kellett kiállítaniuk, illetve ki kellett számolni, hogy mondjuk a női szavoknak is mennyi fizetést adnának. És ez nagyon érdekes volt úgy szakiskolában látni, hogy nagyon sokaknak akkor esett le először, hogy valójában mondjuk mit jelent a minimálbér, mit jelent az órabér, mit jelent az, hogyha nagyon sokat kell dolgozni valamiért, ha megrendelőnek vannak igényei. Nagyon érdekes volt, és aztán az abszolút csúcsa ennek a hétnek, az utolsó napon egy divat bemutatót rendeztünk, ahova az iskola 50 tanulóját meghívtuk. Vörös szőnyegen vonultak be a lányok, és tényleg lehetett látni, hogy kinyíltak, mint a virágok, és olyan elemükben voltak, hogy abszolút olyanok is, akik egyébként ilyen visszahúzódóak, annyira büszkék voltak magukra. És nem elég, hogy vörös szőnyeg, hogy ugye még jobban hírességnek érezzék magukat. Egy jó pár diákot a nézők soraiban megkértük, hogy a flashlight applikációt szedje le a telefonra, és tudjátok, az így tud így villogni, mint a paparazziknak a vakuja, úgyhogy abszolút megvolt a híresség feeling, hogy vonultak a lányok a ruhákban, és a paparazzik pedig fotózták őket. És ami nekem legjobban megmaradt, hogy majd ezt mutatom, hogy milyen eszközökkel írtak reflexiót erre a gyerekek, hogy érezték magukat. Az, ami engem legjobban megérintett, hogy sosem volt még ilyen rövid egy hét. Tehát, hogy ezt egy szakiskolás tanulótól hallani, hogy mennyire jó volt ott lenni, és hogy milyen rövid volt, és észre se vették, milyen jól érezték magukat. Én pedig abszolút úgy gondoltam az a hét után, hogy igen, így lehet tanítani, és így kellene mindig tanítani, mert akkora élmény volt, hogy még az, szerintem mindig emlegetni fogjuk. Tehát ez volt 2016-ban, még lesz erről a projektről szó. És aztán a tavalyi év egy kicsit más volt, hiszen egyéb dolgokkal voltam elfoglalva, ezért a kisfiam iskolájába segítettem be a tanítónénének szülőként megtámogatni kicsit informatikai háttérrel a digitális témahetet, ami szintén nagyon jó példa arra, hogy ő is abszolút kezdő volt az IKT eszközök tekintetében, de nagyon nyitott volt erre, és úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon emlékezetes projekt lett. Tehát ezt másodikos és negyedik osztályos tanulókkal készítettük. Azt a címet viselte, hogy szemét-szemét hová mész. Alapvetően a célunk a környezettudatos magatartásra való nevelés volt. A diákokat, hát ugye alapvetően az újrahasznosításról szólt, és a diákokat e szerinti személytípus csoportokba osztottuk be. Voltak nekünk a fémfrédik például, illetve volt egy komposztos csoport, ők nagyon érdekes feladatot kaptak. Itt is sikerült a szülőket és a többi osztályt is bevonni a munkába. Tehát az egész hetünk arról szólt, hogy a diákok megismerkedtek azzal, hogy mit is jelent az, hogy újrahasznosítás, az, hogy a szemetünket hogyan lehet szétválogatni.
Például rögtön az első napot azzal kezdtük, hogy elástunk egy nagy kupac szemetet, amit majd az utolsó napon kiástunk, megnéztük, hogy mi történik a szeméttel, és ez a projekt is kikerült az iskola falain túl, mert elmentek a diákok egy helyi kisboltba, ott kellett vásárolniuk, olyan termékeket próbáltak kutatni, ami újrahasznosított anyagból készült, majd erről is mutatok képeket, és emellett programoztunk, itt alapvetően tabletekkel dolgoztak a gyerekek, és ők már nagyon tisztában voltak a csoportmunkával, mert a KIP módszerrel tanulnak, tehát tudták, hogy ez mit jelent. És itt bal oldalt látjátok a szemét-szemét hová mész hátterében a ceruzákat, ezek azért volt különleges jelentősége, mert olyan ceruzával írtak a diákok a projekt során, és olyat is lehetett megnyerni, ami miután elfogyott, elültetve konyhanövényként élett újra. Tehát volt benne kakukkfű, meg zsája, és akkor ezeket el lehetett ültetni, ugye magvak voltak a végén, és megnézhették, hogy hogyan kelnek újra. Na, és akkor ezt így, hogy légy is lássátok, hogy milyen projektekbe vettem részt, most szeretném megmutatni nektek, hogy milyen eszközökkel azok, amik megkönnyítik a mi munkánkat is, a diákokét is. Az eszközök kiválasztásánál én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, pláne a diákok képességeitől függően, hogy olyan eszközöket tanítsak nekik, vagy mutassak nekik, ami nem feltétlenül igényel regisztrációt a diákok részéről, hiszen ez nagyon sok időt el tud venni, aztán van, amikor ezt nem lehet kikerülni, de lesz benne egy jó pár, ahol nem kell az időt ezzel húzni. Tanári szemszögből nézve, milyen IKT eszközök vannak, amelyek segítik a tervezést? Itt láttok egy idővonalat, ezt a Time Toast elnevezésű applikációval készítettem. Szerintem ez nagyon hasznos tanárként is, ugye, hogy lássuk, hogy mi követi egymást, illetve a diákoknak is ki szoktam vetíteni, hogy lássák ők is, hogy valóban mondjuk egy X 3-4 napos projekt is valójában mennyivel több munkát takar mindenki részéről, illetve látják ők is, hogy melyik nap mi vár rájuk. A szófelhőket szerintem tanárként is nagyon hasznos használni, hiszen a különböző kulcsszavakat össze tudjuk gyűjteni, akár a projekt előtt, akár a projekt után. Mi is kapunk egy képet arról, hogy milyen dolgokra szeretnénk fókuszálni. Itt egy dolgot elfelejtettem mondani a kisebbik gyerekeknek a projektjével kapcsolatban. Látjátok a szófelhőbe, Humusz mennek a nevét, mert nekünk volt egy szuperhősünk is ezen a témahéten, és tőle kapták a gyerekek a feladatot. Tehát ez még egy ilyen pluszt adott nekik, hogy ilyen óriási feladattal bízta meg őket egy szuperhős, hogy nekik most meg kell menteni a Földet a sok szeméttől. És majd látjátok, hogy szuperhős segéd lett mindenki, hiszen mindenki mindent megtett azért, hogy megmentse a szeméttől a Földet. Nézzük a feladatok szervezését. Biztosan többetek ismeri már a szimbaló elnevezésű eszközt. Én nekem ez az abszolút személyes kedvencem arra, hogy a projektek során a diákokra váró feladatokat itt nyitom, itt gyűjtöm össze csempékbe. Egyrészt nézzük időben, és nagyon hasznos, hiszen a diákoknak egyetlen egy weboldal címet kell megtanulniuk a projektnek a során, ez a szimbaló oldalnak a címe, és én például úgy szoktam, hogy a különböző napok feladatait különböző sorokba rendezem, és akkor csak azt kell mondani, hogy az első sor harmadik csempéje a következő feladat, nem kell weboldalakat beírogatni, nem kell kivetíteni, sokkal egyszerűbb. Másrészt, és azt nagyon kiemelném, bármilyen projektről van szó, óriási személyiségfejlesztő hatása van. Hiszen ahogy dolgozunk, egyre több csempe jelenik meg, az eszközöket is össze tudjuk így gyűjteni, amikkel a diákok dolgozhatnak, és azt látják, hogy igenis én ennyi mindent meg tudtam csinálni, ilyen sok mindenre képes vagyok. Ez például olyan alulmotivált és rosszabbul teljesítő diákoknál, mint a szakiskolában, óriási hatással bír, hogy látják, hogy valóban kézzelfogható munkájuk van, és ők is igazán értékes emberek, és nagyon értékes dolgot tudnak nyújtani. Én nagyon-nagyon szeretem mindegyik, az eTwinning projektektől kezdve mindegyiket ebbe szoktam dokumentálni. Legalábbis a linkek összegyűjtésére ez a legegyszerűbb. Amikor elkezdjük ugye a projektet,
Mi tanárok is szeretnénk tudni, hogy a diákok milyen szinten állnak ahhoz képest, hogy mit szeretnénk megtanítani, hova, mi az, ahova el szeretnénk, hogy érkezzenek ezek a diákok a projektnek a végére. Ezért az előzetes tudásfelmérésnek különböző eszközeit szerintem nagyon hasznos, hogyha meglátjuk, illetve a diákok számára is ez egy nagyon jó kis előzetes reflexió. Fel tudjuk mérni nem csak a tudásukat, hanem a hozzáállásukat is, hiszen nagyon sokszor van az, hogy mondjuk nem dolgoztak még projektmunkában, nem dolgoztak még csapatmunkában, és megnézzük, hogy mi a hozzáállásuk, miket gondolnak erről, és természetesen ezekkel majd célszerű le is zárni a projektet, hogy meglássuk, hogy hova jutottunk el. Itt látjátok, ez a színes cetlis eszköz. Elnézést, az angolul írtam oda, magyarul azt hiszem IKT vagy TKM táblázat néven fut. Ez ugye, hogy a projekt elején megkérdezünk a diákoktól két dolgot, hogy mi az, amit már tud a projektről, elnézést a témáról, mi az, amit meg szeretne tudni, és majd a projekt végén lezárjuk azzal, hogy mi az, amit már megtanult. Ezt úgy szoktam kérni, hogy az megfelelő kérdésre az adott színnel válaszoljanak. Egyrészt nagyon élvezik, hogy közösen tudnak színes cetliket kitenni, és mindig megpróbálják a másikét eltakarni, de egyébként is ez nagyon fontos, hogy képesek legyenek egy ilyen jellegű reflexióra, hogy megnézzék, hogy ők igenis mit tudnak már ebben a témában, és ne szégyelljék bevallani azt sem, hogy esetleg nem tudják még, hogy ez a téma pontosan mit is jelent, vagy hogy mit akarnak ezáltal megtanulni. Mellette láttok köszönöm szépen, IKT táblázat vagy TKM táblázat. Mellette láttok egy kérdőívet, ez bármilyen kérdőívkészítővel el lehet, meg tudjátok alkotni. Itt például itt a Google Drive-on hoztam létre. Szeretek a diákoknak ilyen kérdőívet kiadni. Itt is az van, hogy képesek legyenek a saját tudásukat értékelni. Nem tudom, mennyire látszik a képen, például ilyet szoktam megkérdezni, hogy legalább 30 szót ismerek angolul, melyek a ruházathoz köthetőek. Én is meg tudom nézni, hogy valóban az a gyerek már ismer 30 szót, vagy ha nem, akkor a projekt végére eljut-e odáig, hogy már ismer 30 szót. Vagy például szívesen dolgozok csoportban. Ez nagyon érdekes, mert sokszor azt hiszik, hogy nem, ők nem is akarnak csoportba dolgozni, illetve azt hiszik, hogy a projektben való dolgozás az nem is munka, hanem ott csak úgy csinálunk valamit, és nem is tanulunk, és aztán amikor véget ér a projekt, meg a témahét, akkor meg már azt várják, hogy mikor jöjjön valami új, mert ugye nem csak tudás, hanem olyan élményt adunk nekik, vagy szereznek maguknak, és ez a legfontosabb, hogy nem mi adjuk, hanem szereznek maguknak, ami felkelti a kíváncsiságukat, és olyan motiváltá teszi őket, hogy azt érzik, hogy ők most már mindenre képesek. Mind a két projektben, amit készítettem, csoportokra voltak szedve a diákok, és ez nagyon fontos, hiszen a valódi életben sem mi választjuk meg azt, hogy kikkel dolgozunk együtt, vagy kikkel akarunk együtt működni. Ezért a csoportokat mindig valamilyen IKT eszköz által generáltattam, például a TeamUp erre az egyik legalkalmasabb eszköz. Természetesen meg tudjuk módosítani szükség szerint ezeket a csapatokat, de én azt vettem észre, ha akár kisebb csoportmunkáról van szó, akár projektről, hogy a diákok valahogy sokkal jobban elfogadják azt, hogyha egy számítógép által készülnek ezek a csoportok, mint hogyha a tanár osztja be. Tehát valahogy a gép jó es sorsolt, azt elfogadjuk, de a tanár alatt elkezdenek alkudozni. Mellette látjátok a Random Name Picker elnevezésű alkalmazás, ez a classtools.net oldalán érhető el. Én itt ezt arra szoktam használni, hogy beírom a lehetséges témaköröket, vagy például a már említett Csonka Fashion Days projektben írtuk be a hírességek neveit, mert ugye itt is megvolt, hogy valamelyik csoport, hát ők akkor ennek szeretnének, vagy annak, ez nem így megy, hiszen a valódi életben sem válogatjuk meg, hogy most ki a megrendelőnk, hanem annak dolgozunk, akinek kell, aki fizet érte, akiből ebből meg tudunk élni, és így is itt volt, hogy nekik kellett sorsolni, sokkal jobban elfogadják, szerencsekerék stílusúan működik, középen megpörgetik, és amit kipörgetnek, az a következő pörgetésnél már eltűnik, és sokkal jobban elfogadták, hogy
olyan hírességet kaptak, akit esetleg nem szerettek volna kapni. Jó, tehát ez a random name picker. A csoportalkotáskor mindig fontosnak tartottam, hogy először is osztják ki ugye a szerepeket egymás közt. Tehát, hogy tudják meg azt, hogy ki milyen szerepet játszik a csapatban, hiszen gondolom ismerős számatokra is, hogy van, aki hát úgy ott van a csapatban, de úgy várja, hogy majd a többiek valamit csináljanak, és akkor az neki is jó lesz. Hát ilyen nincs, tehát hogy mindenkinek valami szerepet kell vállalnia. És amikor megalakulnak ezek a csapatok, el kell dönteni, milyen nevük lesz. És nagyon jó ötlet például, hogy a TextMaker elnevezésű eszközzel csináljanak maguknak egy logót, vagy bármilyen címes szerűséget, amit utána minden produktumukra rá tudnak tenni. Ha esetleg másfajta jellegű projektről van szó, ahol mondjuk fényképpel is bemutatkoznak a diákok, vagy esetleg a csoport készít magára egy fényképet, akkor a Big Huge Labs elnevezésű alkalmazás nagyon segíthet. Köszönöm szépen Attilának a rengeteg linket, tehát ott mindent megtaláltok Attila chatboxában. Például itt látjátok, ez az én bemutatkozó kártyám minta a gyerekeknek. Mi ezt szoktuk például az eTwinning projektekben is használni, hogy itt röviden mutatkozzanak be, ezt lehet akár csoportnak a bemutatkozására is használni, hogy mivel fognak ők foglalkozni, mi a nevük, és mondjuk egy csoport szelfit kell készíteni, és azt töltik fel ide. Ugye a legfontosabb, hogy a csapatok nem csak egymással, hanem egymás közt is együtt dolgoznak. Összeszedtem egy pár kollaborációt segítő IKT eszközt nektek, és szeretném kiemelni a sokatok által már ismert Padletet, aminek a legnagyobb előnye, hogy a diákoknak nem kell regisztrálni. Itt például egy korábbi eTwinning projektünkből láthattok nagyon gusztusos karácsonyi ételes képeket. Most már a Padlet ennél sokkal többet tud, már lehet kommentálni egymás munkáit, lehet már szavazni egymás munkáit, tehát ez mindenképpen egy hasznos alkalmazás. A másik pedig a Bouncy elnevezésű, itt például egy eTwinninges munka során írtunk közös történetet, és akkor mindenki a saját diáját tette be. Célszerű olyat választani, ugye, ahol látják a többiek, tehát látják egymás munkáit, viszont nem tudnak belenyúlni a másik munkáiba, hiszen ugye ez is a diákoknak el kell jutnia egy olyan szintre, hogy ne akarják már azt, hogy jaj, de jó, akkor a másiknak kitörlöm a diájáról, amit én írtam. Tehát valóban azért ez munka mindenki részéről, hogy ők is megtanulják tisztelni, de mindenképpen megéri, és a Padletbe például ugye mindenki csak a saját posztjába tud belenyúlni. Ez hasznos lehet azoknak, akik esetleg még nem dolgoztak semmilyen közös munkán korábban. Próbálom közbe figyelni, de még nincs kérdés, akkor megyünk tovább. Ez továbbra is a kollaborációs segítő eszközök, és itt ez a szemét-szemét hová mész projektről van ez a kettő példa. Az egyik a Twidla. Itt, ahogy látjátok, az egy gyönyörűséges természetrajz lenne egy pillangóval. Hát itt a másodikosoknál azért volt ebből probléma, hogy kikinek a rajzába rajzol vele, de hát ugye ezt is meg kell tanulni. Ez a Twidla egy ilyen közös whiteboard felületet ad, és ott tudnak a gyerekek rajzolni. Nagyon mókás volt, ők akkor dolgoztak először kollaboratívan valamilyen IKT eszközzel, és rendkívül sérelmezték, hogy most az én pillangómba kirajzolt bele. De ez mindenképpen fejlődés mutatott a téma hét végére, és megtanulták egymásnak a munkáját tisztelni. Mellette látjátok szintén a téma hét során létrehozott recept és szemét könyvünket. A negyedik napon kapták a diákok ezt a feladatot, a másodikosok és a negyedikesek, hogy ott is ugye vegyes csapatok voltak, hogy mindenki a már mutatott klasztúzos eszközzel, a random name pickerrel kisorsolt egy tipikus magyar ételt, volt ott, látjátok, rántott a krumplipüré, tökfőzelék, és itt a matematikát is ugye bevontuk, hiszen nagyon fontos, hogy két személyre kellett azt az adott ételt elkészíteni,
Tehát mindegyik csapatnak volt egyébként egy felnőtt segítője, tehát például a receptekben azért volt, aki segített neki, de ki kellett számolni, ugye, hogyha egy főre 20 deka liszt kell, akkor két főre mennyi liszt kell. Egyrészt írtak hozzá egy anyagszükségletet, ugye milyen hozzávalók kellenek az adott ételhez, utána be kellett pötyögniük, hogyan is kell elkészíteni, és ami legfontosabb, hogy milyen szemét marad utána. Ugye? Hogy mit dobunk ki, és azt hova dobjuk, ami marad. És itt jött be, ugye bekapcsolódott megint a valós élet, illetve a projektbe, hogy na hát akkor nézzük meg, hogy amit szemetelünk, azt egyből kidobjuk a kukába, vagy milyen kukába dobjuk, és hova, mit tudunk azzal csinálni. Ez nagyon tetszett nekik, és nagyon érdekes volt, és ezt mindegyiket egyébként ezek után előadták a diákok nekünk, megtanítottak rántottát készíteni például, és itt is nagyon fontos volt, hogy mindig másik diák állt ki, és mondta el az adott produktumot, és mutatta be. Nézzük meg, hogy hogyan lehet még együtt ötletelni. Itt szintén olyan alkalmazásokat mutatok nektek, ami nem igényel diákoktól. Elnézést, közben olvasom a csetet, a bouncy oldalt, azt el fogom majd linkelni, jó, és megküldöm az oldalát, de lehet, hogy Attila már közben gyorsabb volt és elküldte. Tehát az Answer Garden és a Mentimeter sem igényel regisztrációt a diákok részéről. Az Answer Garden az, amit mutat, tehát felteszünk egy kérdést, és nem találja Attila, akkor megnézem, lehet, hogy múlt héten még létezett, lehet, hogy valami közben történt az oldalra, de ezt mindenképpen meg fogom nézni, és meg fogom nektek mutatni, múlt héten még be tudtam lépni. Az Answer Garden az egy tökéletes alkalmazás a brainstormingra. A diákok egyszerre egy darab szót vihetnek be, de akármennyit, tehát 5-10 szót is bevihetnek, és minél több ember gondol egy adott szóra, az annál jobban megnő. Például itt az egészséges életmódot látjátok, és a fruits az azért ilyen nagy, mert arra szavaztak eddig a legtöbben. Itt ugye érdekes, hogyha helyesírási hibák vannak, azt ugye nem fogja egynek értékelni, tehát a running az mondjuk van két n-nel is, meg engyennel is, de legalább megtanulják, hogy hogyan kell írni. A Mentimeter az én személyes kedvencem, a háttérben levő kép az ugye hasonló szófelhő, mint az Answer Gardenben, szintén azt látjátok, hogy mi az a szó, amire a legtöbben gondoltak. A másik viszont olyan kérdéseket is lehet feltenni, például itt a jelenleg futó e-twinning projektünkből hoztam nektek erre egy példát, hogy adunk a diákoknak 100 pontot, és itt azt tettem fel például azt a kérdést, hogy szerintetek az alábbi dolgok mennyire fontosak ahhoz, hogy egy sikeres üzleti vállalkozást tudjunk létrehozni. Megadtam ezeket a dolgokat, például látjátok a pénz, kreativitás, humor, és ők ezt a 100 pontot, amit kaptak, aszerint oszthatták el, hogy melyik összetevő szerintük mennyire fontos. És ugye, ahogy látjátok, itt például 39 választ kaptunk, így torony magasan a pénz vezetett. De itt nagyon érdekes volt látni, hogy mondjuk az eredeti ötlet és a kreativitás az hogy vetekedett, és az, hogy mennyire tisztában vannak azzal, hogy a hát pénz nélkül nagyon nehéz boldogulni az üzleti életbe. A Mentimeter az úgy működik, ugye, hogy látjátok a hátsó képen, hogy a menti.com, tehát menti.com oldalra lépnek be a diákok, és mindig kapnak egy kódot, amit te akkor látsz, amikor létrehozod a feladatokat a Mentimeterbe, és ezzel a kóddal lépnek be, és látják azt, hogy mi a kérdés. Nagyon jól használható projektekben, vagy bármilyen IKT eszközzel segített órán. Az értékelés. Az értékelés, hát ugye, ha már nagyon érdekes dolog ez, én például személy szerint a legtöbbet, amikor elkezdtem a projektalapú oktatással foglalkozni, az értékelést találtam a legnehezebb dolognak, mert hogy nagyon nehéz volt elvonatkoztatnom a csapatnak a munkájától, a személyektől, és az, hogy én is próbáljak olyan eszközöket keresni, ahol mégis valami, ugye valahogy csak egy jegyékkel vagy lehet váltani azt, amit a diákok csinálnak a témahét során. Erre az egyik a Class Dojo,
ahol látjátok, ilyen iszonyatosan cuki szörnyek vannak, mint avatárok a gyerekeknek, de erről biztosan van itt, aki jobban tud, mint tudja, mint én. A Class Dojo-ban tudjátok értékelni a diákoknak a munkáit pozitív vagy negatív irányban, és amiért ezt itt hoztam nektek példának, hogy akármilyen is, kicsit ugye ilyen gyerekesebbnek tűnik, szakiskolában is óriási sikere volt 10. és 11. évfolyamon is. Jöttek a gyerekek és fotózták az avatárjukat, mert hogy most ki milyen cuki és hogy néz ki, és nagyon tetszett nekik, hogy hány pontjuk van. Hiszen ugye a gamification az bennük is benne van, és nagyon tetszett nekik, hogy amit csinálnak, rögtön van egy visszajelzés arra, és hogy milyen pontot érnek el. Mellette látjátok a Scribless-szel készült ellenőrző lista. Ez szerintem tanárként is, illetve a csapatoknak is nagyon fontos, hogy lássák, hogy milyen produktumunkat várunk el tőlük a projektnek a végére. Itt például látjátok, hogy a szemét hová mézbe kértünk, csoportnevet, online rajzot programozniuk kellett. Tulajdonképpen ez egy ilyen mentális checklist, amit ők is ki tudnak pipálni, és látják, hogy mit várunk el. Fel tudják ugye osztani egymás közt is, hogy ki mivel foglalkozik, és tudják egymást is ösztönözni, hogy na már ennyi megvan, és még ennyi van, és melyiket akarjuk még jobban megcsinálni. Nagyon hasznosnak tartom ezt a Scribblest is. Én mindig szerettem a diákoknak megkérdezni a véleményét, hogy ők hogy érzik magukat, mit gondolnak az aznapi munkájukról. Erre mutatok itt nektek kettő darab alkalmazást. Kezdjük a Today's Meet-tel. Ennek a neve mindig változik, legutóbb Today's Meet volt még. Ezt a Csonka Fashion Days-be használtam. Itt minden nap, a nap végén megkérdeztem tőlük, hogy hogy érezték magukat aznap. Egyfajta ilyen exit slipként működött. Itt látjátok, hogy remélem nyerünk már mi is végre valamilyen feladatban, és hasonlókat. Nagyon értékelték azt, hogy a tanár megkérdezte tőlük, hogy érzik magukat, és mit gondolnak erről. A kisebbik képen pedig látjátok, hogy a szemét hová mézben Linóba kérdeztük meg, és minden nap más színnel válaszoltak arról, hogy érezték magukat. Hát itt ugye lehet látni, hogy azért voltak ám helyesírási hibák, de nagyon jó volt nézni, hogy mindenki be akarta írni a véleményét, és el akarta mondani, hogy igenis, hogy érezte magát, és míg az elején még kicsit félve fejezték ki magukat, de a végén már nagyon tudták, hogy ők most mit akarnak írni. És az, hogy én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy mondják meg, hogyha nem érezték jól magukat, vagy hogyha mit csinálnak, vagy hogy nem elég, hogy mondja azt, hogy ez a nap rossz volt, miért volt rossz, mit változtassak rajta. Tehát ez nekem is fontos visszajelzés. Mondhatja, nyugodtan mondhatja azt, hogyha valami nem volt jó, csak kérem, indokolja meg, hogy én is tudjak javítani a közeljövőben ezen. Nézzük, hogy milyen produktumokat hozhatnak létre a diákok. Itt hoztam nektek több példát, nem mindenhova írtam IKT eszköz, hiszen van, amihez nagyon sok fajtát lehet. A mémek voltak talán az én volt szakiskolás diákjaimnak a kedvenceik. Ez ugye, ha belegondolunk, iszonyatosan sok készséget fejleszt, hiszen ugye kell egy adott szituációhoz találni egy olyan képet, ami köthető. Azt a humoros, poénos szöveget meg kell fogalmazni angolul, és ami nagyon tetszett nekem, hogy amikor ezeket megcsináltuk utána, a Facebookot jó pár napig ellepték a mémek, amiket a diákok csináltak, mert végre megtanulták, hogy hogyan kell ilyen mémeket létrehozni, és nagyon jól szórakoztak között. Például látjátok itt az úriembert mondja, ugye, hogy az ő tanácsa az, hogy kerüld a csokit, mert kisebb lesz tőle a ruhád. Vagy ugye a minyonok beszélgetnek, hogy a diéta második napja mindig könnyebb, mint az első, mert a második napja már nem diétázol. És mindannyian nagyon jól éreztük magunkat ezek alatt. Látok itt egy gondolattérképet, ezt a MindMaster-től kezdve bármilyen még tabletre, tehát hogy hordozható eszközre elérhető applikáció is meg tudjátok alkotni, és ezek is nagyon jók, hogy a diákok tudják rendszerezni a gondolataikat,
És például ilyen nagyon szép színes ábrát alkossanak, amit utána természetesen az adott pillanatban be is kell, hogy mutassanak. Már említettem a prezentációm elején a szófelhőket. Itt látjátok például, hogy a Csonka Fashion Days-be így vettük be a nyelvtudást, hogy az angol és német nyelven megismerkedtek a ruházattal kapcsolatos legfontosabb szavakkal. Ez azért is volt érdekes, mert az eladók ruházati eladók is lesznek, tehát ez mindenképpen hasznos volt neki. És jobb oldalt pedig látjátok a négy divat cégünknek a már említett logóját. Ezt is közös munka révén hozták létre. Nézzünk még egy pár produktumot. Kezdeném azzal itt a ruha témát folytatva. Itt középen a pad hátterén láttok ilyen mosási vagy kezelési útmutatókat, elnézést. Ez szintén a Csonka Fashion Days projekt során hozták létre az eladó diákok. Ha lesz idő, a videóban megmutatom, vagy meg tudjátok ti is nézni. Amikor már ugye mondtam nektek, hogy elmentek, és tényleg egy ruházati üzletben megvették a kellékeket a diákok a ruhákhoz, és utána anyagvizsgálatot tartoztak, mobiltelefonos, nagyítós applikációval megvizsgálták a ruháknak az összetételét, és amikor a női szabók már elkezdték varni ezeket a ruhákat, az eladóknak az volt a feladata, hogy ilyen kezelési útmutatót készítsenek. Ez iszonyatos hasznos volt nekik a vizsga előtt, hiszen nem mindig voltak tisztában az ikonokkal. Például mindenáron fel akarták cserélni a sorrendjét, de mint én is megtudtam, ezt én sem tudtam, hogy ezek meghatározott sorrendje van, és akkor ugye rátehették a céglogót, tehát adott esetben ezeket valóban be lehetett tenni a ruhába, és még jobban egy saját produktum ötlete, érzése volt az embernek. Maradjunk szintén még itt a csonkás projektnél. Lent láttok Brian Adams-szel egy twistert. A twister szintén a classtools.net-nek az egyik applikációja. Ha nem szeretnénk, hogy a diákok regisztráljanak Twitterre, de ami legfontosabb, hogyha szeretnénk, hogy híres emberek twitteljenek mégis nekik, akkor a twister a tökéletes választás. Itt meg kell adni, hogy kinek a nevében szeretnénk egy tweetet írni, milyen évben járunk, tehát visszamenőleg is azért egy jó pár történelmi személyiséget felismer, és ahogy látjátok, a padletbe összegyűjtve az volt a diákoknak a feladata, hogy mi a helyzet azokkal a hírességekkel, akik nem kaptak meghívót a divat bemutatónkra. Azok most mit írnának, vagy mit mondanának? Így lettek nekünk tweeteink Bruno Mars-tól kezdve Brian Adams-ig, és ezt nagyon élvezték a diákok, és ez is fontos volt, hiszen angolul kellett valami frappáns dolgot kitalálni, ami köthető volt a témához. Megtanultuk a hashtages kulcsszavakat használni angolul is, és ők adhattak egyébként usernevet a hírességnek is. A dia bal oldalán láttok egy plakátot, ezt mi készítettük a tanítónénivel közösen. Szerettük volna már jóval hamarabb felhívni a diákoknak a figyelmét arra, hogy mi fog történni a témahét során, és ezeket kinyomtattuk, el is helyeztük az iskolába, hiszen, mint már említettem, a diákok alkotásokat hoztak létre a projekt végére, szemétszobrokat, viszont ehhez nagyon sok szemétre volt szükségünk, és a szülők segítségét kértük, hogy műanyag üvegeket, illetve üvegeket hozzanak be, és ez például ez a plakát, ez segítség volt arra, hogy tudjuk népszerűsíteni a projektet, már mielőtt elkezdjük, vagy akár az iskolának az oldalán is tudtuk ezzel népszerűsíteni. A jobb oldalt, a már említett vidlát látjátok, ez a gyönyörű rajz, ez a szemét újrahasznosításnak az útját mutatja. Hát itt megláttuk, hogy azért tableten nem olyan egyszerű rajzolni. Bal oldalt pedig a Strip Generator elnevezésű, ezt találtam talán a legkönnyebb regisztrációt nem igénylő képregény készítő programnak. Az volt a diákoknak a feladata, hogy készítsenek egy képregényt a tudatos vásárlásról, hiszen ugye ők is elmentek az üzletbe, vásárolniuk kellett, és itt például a Fém Frédiknek látjátok a képregényét,
hogy ugye, hogy megérkezett a boltba, mit vesz, honnan viszi a szatyrot, megnézi ugye azt, hogy milyen terméket vesz, az mibe van csomagolva. Rendkívül tanulságos képregények születtek, és nagyon élvezték. Lehet, hogy a készlete az annyira limitált, amilyen eszközökkel, vagy ikonokat lehet benne használni, de látjátok, a kreativitás az határtalan, és hát ha elmentek, akkor vettek kalapácsot, mert az volt fémből. Mondtam nektek, hogy ugye az alapruhadarabokat a Csonka Fashion Days-es projektben geometriai formákkal kellett a diákoknak díszíteni. Ebben a kollégáim, akik egyrészt a női szavókat, másrészt ugye matematikát tanítanak, a GeoGebra segítségével alkották meg ezeket a formákat. Itt kellett kerületeket számolni, hiszen ugye tudnunk kellett, hogy mennyi anyagot kell megvenni a kisboltba, tehát ez mindenképpen nagyon hasznos volt. De ez volt az egyik kikötés a ruhákhoz, hogy geometriai formákkal legyenek ezek a ruhák díszítve. Amint már mondtam, az, hogy ami a projekt kilép az iskola falain túlra, az azért is elengedhetetlen, mert még jobban látják a diákok a kötődést a projektmunka, a témahét és a valós élet közt. Egyrészt ugye elmentünk például a méteráruboltba, másrészt itt látjátok a szemét-szemét hová mész projektben, hogy 500 forintjuk volt a gyerekeknek vásárolni, úgy kellett a megfelelő csomagolással, és ugye számolniuk is kellett. Az ugye hát mekkora nagy feladat még alsósoknál, hogy beleférjünk a pénzünkbe, visszajáró is, elhozzuk a blokkot, megnézzük, hogy mi mennyibe került, és erről például ilyen képeket alkottak a végén. A témahét során mindig törekedtem arra, hogy a többi osztályt is bevonjuk. Egyrészt, amit már meséltem nektek, hogy a divatbemutatón ez sikerült. Itt látjátok a két gyönyörű topmodell között még villan egy vaku is, erről beszéltem, a paparazzik villogózták őket. Nagyon nagy sikere volt annak, hogy a többi diák bejöhetett, illetve ezt a projektet volt szerencsénk, illetve bocsánat, a divat bemutatót volt szerencsénk még a szakmák éjszakáján is bemutatni ugyanabban az évben, ahol majdnem 200 leendő diákunknak mutattuk be, hogy mire is jó ugye például a női szabó szakma, és valóban első kézből láthatták, hogy mire képesek a diákok például ilyen ruhakörtemények alkotására. Amikor ezeket például meghirdettük a divat bemutatót, itt látjátok a rózsaszínnel a plakát, vagy elnézést a meghívót. Minden csapat tervezett egy meghívót, szavazást tartottunk, és a legtöbb szavazatot nyert meghívó lett a végleges. Ezt kinyomtattuk, ezt adtuk oda azoknak, akik a leggyorsabbak voltak, és jelentkeztek, illetve a zsűrit és a tanár kollégákat is ezzel hívtuk meg. Lent pedig látjátok azt, amivel népszerűsítettük, szintén a diákok alkották, ez kapta a legtöbb szavazatot, itt hirdettük meg azt, hogy mikor lesz a divat bemutató, és hogyan lehet erre jelentkezni. A projekt zárása. Mindkét projekt esetében fontosnak tartottam, hogy mindenki nyerjen valamit, hiszen nem csak, tehát mindenki nagyon sokat dolgozott, és mindenki megérdemelte. Mint már említettem, a kicsiknél Humusman adta a feladatokat, és az lett ugye a nyeremény, hogy mindenki Humusmannek lett a szuperhős segédje, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, illetve különböző kategóriákban lehetett nyerni. Az utolsó napra elkészültek a szemétszobrok, amiket megcsodálhattak a többi osztály, lehetett szavazni, stílusosan műanyag kupakokkal lehetett szavazni, eljöttek a szülők is megnézni, és valóban mindegyik osztály be volt vonva. Például ugye volt egy komposzt csapat, akik hát nem nagyon tudnának szobrot építeni. Az ő feladatuk például az volt, hogy kicsinosították az iskolát, és a virágládákba virágokat ültettek, és ők is alkottak valami igazán maradandót. A jobb oldalt látjátok a csonkás projektnek a zárását. Itt is különböző kategóriákba hirdettünk
győzteseket, badge-eket, az szerint, hogy ki volt a legjobb csapat, ki volt a legkreatívabb csapat, vagy például kinek volt a legjobb reklámfilmje, illetve volt egy összetett győztes cím is, az szerint, hogy melyik csapat nyújtotta valóban a legtöbbet a témahét során. És mivel készülünk most? Az idei évben van szerencsém Pesten dolgozni részmunkaidőben, és szoftverfejlesztőket tanítok, akikkel egy 3 napos témahétre fogunk most készülni, melynek témája alapvetően a technológiával kapcsolatos tévhitek, sztereotípiek, illetve veszélyek lesznek. Még az, hogy pontosan mi, azt én sem tudom, hiszen ez majd sorsolás útján fog kiderülni. Szeretnénk a Magyarországon kicsit kevésbé elterjedt Twittert bevonni ebbe. Ezért minden nap Twitter csetet fogunk rendezni angol nyelven, ahova várjuk a nemzetközi résztvevőket is, és ott szeretnénk válaszolni arra, hogy vagy megmutatni, hogy milyen projekten dolgozunk, és hogy eddig milyen produktumaink is vannak. És akkor Attilát kérdezem, hogy az egyik videót még elindíthatom-e, ha elindult, mert még szerintem az időbe belefér. Igen, köszönöm. Akkor a Csonka Fashion Days-es videót szeretném, meglátjuk, hogy elindul-e, vagy történik-e valami. Ugye nálatok sem történik semmi. Oké. Akkor egy pillanat türelmet kérem. Azt szeretném kérdezni, hogy most látjátok? Igen. Oké, szuper. Tehát szeretném megmutatni, ez a videó még pont belefér, hogy milyen is volt ez a nap. Ez a hét.
Éva, nyugodtan meséld el, hogy mit látunk, mert a videó hangját mi nem halljuk. Jó. Én meg nagyon hangosan hallom, akkor legalább leveszem. Tehát elnézést, hogy nem olvastam el eddig. Tehát itt már látjátok, hogy már ugye elkezdtek alkotni a női szabó hölgyek és az egy darab urunk is. Elkezdték megtervezni a ruhákat, tehát egy-egy alapdarabjuk volt. Volt egy szoknya és egy ruha, és ugye itt látjátok, már külön váltak. Az eladóknak alapvetően itt már elkezdték a számlát elkészíteni, illetve ők voltak a felelősek azért is, hogy dokumentálják az egész folyamatot, és egy cégvideót készítsenek. Így érkeztünk el a divat bemutatóra. Itt látjátok a gyönyörű modelljeinket, ahogy a vörös szőnyegen vonulnak. Óriási élmény, tehát öröm volt látni, és szerintem mindig is ezt fogjuk emlegetni. Erre mindig emlékezni fognak, hogy hogy érezték magukat az alatt, az 5 nap alatt. Abszolút sikerült megvalósítani az elképzeléseket, és nagyon büszkén vonultak be. Itt látjátok, hogy megjelentek a geometriai formán, megjelentek a formák a ruhán, tehát abszolút tartották magukat. A smink, haj, az ugye szintén sarkalatos pont volt, ez teljes mértékben rájuk volt bízva. Az volt a feladat, hogy ez a hírességhez hű legyen, és hát egész nap készültek rá, minthogyha nem tudom, milyen divat bemutató lenne. Itt látjátok, ez már azt hiszem a Tóth Gabi csapat, és nagyon komolyan vették a feladatot. Itt látjátok a Tóth Gabinkat abszolút az ő stílusában, és sosem láttuk még ennyire élni őket. Sajnálom, hogy nincsen hangja neki, itt lenne egy rövid videó bevágás arról, hogy hogyan adtam át az abszolút nyertesnek a díjat. Ugye volt külön konferenciánk, tehát nagyon komolyan vettük ezt a bemutatót, és hát kár, hogy nem halljátok az örömöt, hogy mennyire megdolgoztak ezért, és mennyire büszkék voltak magukra, és milyen sokat jelentett ez nekik, hogy ők ezt megnyerték. Itt akkor ezt már nem mutatom meg, itt a végére oda tekerem, annyit szeretnék még, ugye itt mindenkinek átadtuk, hogy így néztek ki a kupák és a badge-ek, amiket kiosztottunk, és természetesen azt muszáj elmondanom, hogy nem tudok visszamenni, de itt megnyomom talán, hogy ez nem jöhetett volna létre a segítő kollégák nélkül, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a hét összejöjjön. A másik videóra már nincsen időnk, mert szeretném hagyni időt arra, hogy kérdezzetek. Ennek elküldeném a linkjét, illetve elküldöm az eredet is. Elnézést kérek, én nem láttam, hogy írt Attila, hogy nincs hangja a videónak. Remélem, hang nélkül is azért... Jaj, köszönöm szépen, Anita, nagyon kedves vagy. Remélem, hang nélkül is azért átjött az üzenet ennek. És... várom a kérdéseket, hogyha esetleg van valami, amit nem értettetek, nem világos, vagy szeretnétek megkérdezni. Itt elküldtem a csonkás linket is, és a szemét-szemét hová mészes linket is. Ó, nagyon szívesen, Eszter, remélem segítettem. Ezt sikerült iskolai forrásokból fedeznünk, tehát abszolút kaptunk erre támogatást az iskola részéről. Nem voltak tanórák, tehát mint ahogy a videóban láttátok, hogy még az óra is máshogy járt, tehát a csengőt nem igazán vettük figyelembe. Én magam terveztem meg 25 tanórára a projektet, és azon az időtartam alatt, tehát nem tanórai keretek közt tanultunk, hanem akkor volt szünet, amikor vége volt egy nagyobb etapnak.
Az általános iskola a tabletekkel a KIP program keretén belül rendelkezett már korábban, tehát erről nem tudok érdemben nyilatkozni, mert ez megvan nekik. Nagyon szívesen, Enikő, remélem tudtam segíteni, és hogy ihletet kaptatok, és mindenképpen vágjatok bele, mert tanárként is akkora élmény. Én csak így szeretnék tanítani. Nagyon szívesen. Remélem tudtam segíteni. Hány kollégát tudtam bevonni? Ugye a csonkás projektben voltam én, mert ugye a másikként szülőként voltam ott, a csonkásban legalább, hát itt most fejben nem tudom, de legalább 10 kolléga benne volt. Tehát ez nélkülük nem jöhetett volna létre, mert onnantól kezdve, hogy a vörös szőnyeget letelítették és átrendezték a termet, egészen odáig, hogy ha a szakmai tanárok segítettek mondjuk abban, hogy hogyan lehet számlát kiállítani, tehát ez nélkülük nem jött volna létre. Örülök, hogyha hasznosnak találtátok, remélem nektek is az volt, mint ahogy a diákoknak is. És remélem átjött egy kicsit a hangulata. Hát a többi osztály mit csinált? Tehát kettő osztály volt bevonva, a többiek tanórán voltak, úgy tudtuk őket bevonni, az utolsó nap csatlakoztak a téma bemutatóba. Hát az általános iskolában is ugyanígy működött, tehát hogy azon a héten csak a projekttel foglalkoztunk, de már említettem, ők egyébként is KIP rendszerbe dolgoznak, tehát ők már ismerték, hogy mit jelent projektben és csoportban is dolgozni, de a témahét idejére mind a két esetben a tanórai keretekből kilépve a projekttel foglalkoztunk, és ezt nagyon érdekes volt egyébként, mert a szakiskolában még az első nap megkérdezték, hogy akkor hány óránk van ma, és mikor kell hazamenni. Második nap már azt kérdezték, hogy már vége van, és mehetünk haza, de hát még nem akarunk, mert annyira jó. És ez nagyon jó volt látni, hogy... És ti is tudjátok, hogy azért milyen nehéz, mert néha a csöngő pont a legrosszabbkor szól. Hát itt nem volt ilyen gond, mert még az elején kérdezték, hogy na akkor mikor lesz szünet, de utána már tényleg ők is látták, hogy amikor benne vagyunk egy munkába, és éppen meg inspirációnk van, akkor nem szabad abba hagyni. Örülök neki, nagyon örülök, hogy segített. Keressetek nyugodtan, Emesének is köszönöm, hogy így határon túlról is csatlakozott. Én nem láttam több kérdést. Igen, regisztráljatok a témahétre mindenképpen. Csatlakozzatunk a Twitter csetünkhöz, hogyha van kedvetek majd a témahét alatta, mindenképpen a tanári fórumban meg fogom osztani. Várunk titeket szeretettel, és nagyon szívesen, József, örülök, hogy hasznosnak találtátok, és inspiráló. Hát az volt a lényeg, hogy átadjam azt, amit érzek, hogy én mennyire szeretem őket, és mennyire szerettem itt dolgozni, és szeretek. Nagyon szívesen. Remélem tudtam segíteni. Köszönjük szépen. A regisztrációban adhatok segíteni. Igen. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen Évának az előadást, és a következő előadáson is várunk mindenkit, ami csütörtök.